3600 bűncselekmény történt Miskolcon tavaly, ez az elmúlt 9 év legalacsonyabb statisztikája. 10 év alatt 50%-kal csökkent a bűncselekmények száma a városban. Felszámoltak 300 lakást a nyomortelepeken, kiköltöztettek 200 fészekrakót, a rendészetre évi 1 milliárd forintot költ a város, mondta Sós Attila tájékoztatóján. Szaharai hőség várható a következő napokban, vörös riasztást adtak ki a kánikula miatt. A Mi Víz ivóvizet oszt és párakapukat állított fel a villanyrendőrnél, a centrumnál és a búzatéren. Az ivó és a szökőkutak reggel 8 órától este 9 óráig működnek a kánikula idején, a strandok pedig este 8 óráig lesznek nyitva. Szombattól nyári menetrend szerint járnak a buszok és a villamosok. Újra közlekedik majd a 290-es járat az Újgyőri főtér és Miskolc-Tapolca között. A 7-es autóbusz a Selyemréti megállóhelyet is érinti mostantól, a 43-as autóbusz pedig a GS USA üzeménél is megáll majd. A nyári menetrendről az MVK ZRT honlapján tájékozódhatnak.